Ebben a videóban a hasnemirigy állapotának a javításáról lesz szó. Szeretettel köszöntök mindenkit! A hasnemirigy az emésztésünk egyik fontos főszereplője, hormonokat, enzimeket és bikarbonátot is előállít. A két fő hormon, amit a hasnemirigy termel, az inzulin és a glukagon. Mindkettő a vércukor szabályozásában vesz részt. Az inzulin a vércukrot csökkenti, míg a glukagon az inzulinnal ellentétesen növeli a vércukrot, ha erre van szükség a szervezetben. A hasnyálmirigy legfontosabb enzimjei a lipáz, ami a zsírok lebontását végzi, az amiláz, ami a keményítőket bontja le, és a tripszin, ami pedig a fehérje lebontásban segítkezik. A bikarbonát pedig egy erősen lúgos vegyület, melynek segítségével az erősen savas gyomorsavat semlegesíti a szervezetünk, ott, ahol szükség van rá, például a vékony bélben, ahol az ideális pH az enyhén lúgos kell, hogy legyen. Ezen vegyületeken kívül sok más egyéb vegyületet is előállít a hasnyálmirigy, de talán az inzulin, a glukagon, az enzimek és a bikarbonát a legfontosabbak. Az utóbbi évtizedekben a hasnyálmirigynek kétségkívül a legfontosabb feladata az inzulin előállítása, ugyanis az emberek sokat esznek, túlétkeznek, és korábbi évszázadokhoz képest lényegesen nagyobb mennyiségnyi felszívódó szénhidrátot, más szóval cukrot fogyasztanak. Számos videóban beszélek az inzulinról, a működéséről és a vércukorról, így most egy jól érthető példával szemléltetném a szerepét. A vérünkben egy időben összesen maximum egy evőkanálnyi mennyiségnyi cukor lehet. Ha ennél több van, az rendkívül káros lenne az érfalakra nézve, ezért azonnal, amikor e fölé emelkedik a vércukorszintünk, a hasnyálmirigy beindul és inzulint termel, amivel lecsökkenti a vérben lévő cukor mennyiségét. Mit csinál ugye ezzel a többletcukorral? A szervezet elpakolja egy bizonyos mennyiségig, ahova lehet, például az izmokba, majd ami marad, abból zsírt csinál, tehát lerakódott zsír lesz belőle. A zsír először a bőr körüli szövetekbe kerül, majd ha ott elfogy a hely, utána a szerveink köré. Azaz elzsírosodik a máj, a hasnyálmirigy és a szív is. Az elfogyasztott gabonaételek, kenyér, tészták, rizs, burgonya, kukorica és egyéb ételeken keresztül egy átlag európai ember egy étkezés során akár 5-6 evőkanálnyi cukrot is elfogyaszt. Tehát a hasnyálmirigynek igen keményen kell ezáltal ugye dolgoznia, hogy az egy evőkanálnyi cukor szintjére csökkentse le a vércukorszintet, pláne akkor, ha naponta folyamatosan étkezünk. A gyakori étkezések és a magas felszívódó szénhidrát tartalmú ételek fogyasztásának egyik következménye hosszú távon az inzulinrezisztencia, vagy a prediabetes, vagy a cukorbetegség. Mindezeken túl a magas inzulin szintnek közvetlenül, vagy mondjuk egy lépésben, a betegségek 95%-ához köze van. Tehát a túl sok inzulin vagy előmozdítja, vagy felerősítőként hat a betegségek gyakorlatilag 95%-ának a kialakulásában. A hasnyálmirigy gyengülését, gyulladását, elégtelenségét okozhatja a cisztás fibrózis nevű betegség, egyes vírusok, egyes autoimmunbetegségek és az epekövek is. A legnagyobb veszélyt azonban a hasnyálmirigyre a sok cukor, a sok fruktóz, főként azon belül a magas fruktóz tartalmú kukoricaszirup, és természetesen az alkohol jelentik. A legyengült hasnyálmirigy legfőbb következménye az inzulinrezisztencia, a magas vércukorszint, tehát ha ilyet állapítanak meg nálunk, nagy valószínűséggel a hasnyálmirigyünk meg van gyengülve. Ha elégtelenné válik a hasnyálmirigy működése, tehát meggyengül, úgy csökken az általa termelt enzimek mennyisége, ami hasmenéssel, étvágytalansággal, zsíros széklettel, bélgázokkal és hasi fájdalmakkal jár. Amikor a hasnyálmirigy begyullad, annak legfőbb tünetei a középen a hasnál, illetve a hát bal, illetve a középső részén hirtelen kezdődő állandó nagyfokú éles fájdalom. A gyenge állapotban lévő hasnyálmirigy gyakran hányingerrel, érzékenységgel és puffadással is jár. Probléma jelentkezhet a hasnyálmirigynél epekövek miatt is, ahogy az apró epekövek az epe vezetékeket elzárhatják, ugyanúgy apró epekövek bekerülhetnek a hasnyálmirigy vezetékeibe is. Sok szempontból a hasnyálmirigy probléma nagyon hasonló, illetve szorosan összefügg az epe és máj problémákkal. A meggyengült hasnyálmirigy általában el is van zsírosodva, pont úgy, ahogy a máj például,
így a megoldások is nagyjából ugyanazok, mint az elzsírosodott májnál. A hasámirigy problémák megoldásához az első fontos lépés a szénhidrát bevitelünk jelentős csökkentése, vagy akár teljes kizárása, ami diéta szempontból nézve lényegében ketogén diétát jelent. Ha nem akarjuk, hogy több zsír rakódjon le a hasnemirigyhez, ki kell zárjuk a szénhidrátot a táplálkozásunkból, mert a lerakódott zsír a szénhidrátból, a cukorból jön létre. A szénhidrát bevitel csökkentésével, vagy teljes kizárásával a szükséges inzulin mennyiséget is minimálisra csökkentjük, tehát nagyon keveset kell belőle termeljen a hasnemirigy, jelentős terhet veszünk le ezzel róla. A sok szénhidrát, a sok cukor rengeteg oxidációt okoz, ami hosszú távon a hasnemirigy rák esélyeit is növeli. A megoldás második fontos lépése a kolin, ami az egyik legfontosabb vegyület a lerakódott zsír oldásához. Nagy mennyiségben a tojás sárgájában található meg, tehát a napi szintű tojás fogyasztással jelentősen hozzájárulhatunk az állapot javulásához. A tojás ezen túlmenően ugye kiváló tápanyagforrás is egyben, laktat, energiát ad, és gyakorlatilag nulla szénhidrát, nulla cukrot tartalmaz. A kolint bevihetjük étrendkiegészítővel is, és a hatékonysága érdekében ebben az esetben folsavat és B6-ot is érdemes pótolni. A hasnemirigyet az alkohol, illetve magas fruktóztartalmú ételek és italok jelentősen károsítják, ahogy ugye a májat is, így a teljes kizárásuk kulcsfontosságú ahhoz, hogy regenerálódjunk. A polifenol vegyületek, azon belül főként a flavonoidok nagyon jó védő és regeneráló hatással vannak a hasnyálmirigyre, főként az inzulint előállító béta sejtekre. Bevihetjük őket bogyós gyümölcsökkel, flavonoid koncentrátumokkal, például a flavin héttel, apigenin, lutein, kenferol, epikatekin tartalmú készítményekkel, gyógygombákkal, többek között. A keresztes virágú zöldségek, mint a brokkoli, a káposztafélék, a leveleskel, a rukkola, kell bimbo, a pak choi és a többi, kiváló gyulladás csökkentő. A zöld színű zöldségek, de ide sorolhatjuk a fokhagymát is, mérséklik a hasnyálmirigy toxicitását is, más szóval a méreganyagok lerakódása ellen jók, illetve a méregtelenítéséhez is hozzájárulnak. Itt kell azt is megemlíteni, hogyha csak főtételeket eszünk, a hasnyálmirigyre fokozott teher nehezedik, mivel a főtételekben nincsenek enzimek, tehát többet kell belőlük ugye előállítson. Ugye, ha eszünk rendszeresen sok nyers zöldséget, a bennük lévő enzimek elősegítik a jobb emésztés, illetve sok rostot is tartalmaznak, rostok pedig a bélflórát táplálják. És végezetül a böjtölés kulcsfontosságú a hasnyálmirigy regenerálásához, akár gyulladásból, akár ha el van zsírosodva. Amikor nem eszünk, a belső szerveinknek lehetőségük van a regenerálódásra. A hasnyálmirigy problémák esetén kezdjük a 24 órás időszakos böjtökkel. Az időszakos böjtről készítettem korábban több videót, az egyiket be is tettem következő videónak. Javaslom ezt megtekinteni. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedveld és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled.